A rendőrség régi épülete márciusban még így nézett ki. A hivatalvezető, a kormány megbízott és a térség országgyűlési képviselője évelején jelentették be, hogy megújul az épület, és ide költözik a járási hivatal. A beruházás rekordgyorsasággal elkészült, a tetőcserétől az épületgépészeti munkálatokon át teljesen megújult a régi épület, csütörtökön pedig át is adták a dolgozók részére. A hivatali munkát eddig több helyen tudták ellátni a dolgozók. Minden hatóság egy épületen belül lesz ezentúl, csak a kormányablak marad a régi helyén. Olyan szervezeti egységeink költöznek ide, akik például az élelmiszerbiztonságról gondoskodnak, olyan szervezeti egységeink, akik a gyermekeinkről, ugye a gyámügyi területen például, vagy a népegészségügyi területe, akik azért figyelnek és felelnek, hogy az egészségügyi tekintetben is a legjobb feltételek álljanak számunkra. És hát meg kell még említeni azért a családvédelmi akciótervet is, hogy az is egyfajta védelem, a családoknak a védelme, amely területén szintén óriási feladatunk van, és nyilvánvalóan az építésügyesek sem maradjanak ki, nekik is vannak ilyen típusú feladatai. A felújításra 140 millió forintos uniós forrást és 400 millió forint hazai támogatást fordítottak. A Nyírbátori Járási Hivatal 40 település lakóinak biztosítja a szolgáltatásait. 2010-ben egy fontos változás történt a közigazgatásban. Az állam és az állampolgárok közötti viszonyt az átalakítással próbálta javítani a kormány, közölte Gulyás Gergely a Szabolcsi településen. Akkor határozta el azt a kormány, hogy világossá kell tenni azt, hogy vannak helyi közügyek, ezek az önkormányzatok intézik, és vannak olyan közügyek, amelyeket pedig helyben kell intézni. Ez viszont állami feladat, és ezt pedig a kormányhivatalokon keresztül, járásokon keresztül, járási hivatalokban intézzük. Ráadásul a járási területeknek, a járásoknak a helyreállítása az rendkívül fontos lépés volt. A 80-as években a járások megszüntetése nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy falvak néptelenedtek el, és hogy olyan sokan választották a falusi létformával szemben a városi létformák, köztük sokan olyanok is, akik egyébként generációk óta falvakban éltek. A mi törekvésünk jól látszik, hogy éppen ezzel ellentétes. Mi azt szeretnénk, hogyha sokan felismernék azt a lehetőséget, hogy nem csupán nagyvárosokba lehet menni, hanem kisebb településeken is lehet élni. Nyírbátorban az elmúlt években 44 nagy beruházásnak köszönhetően 29 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett. A választókerületben 7500 új munkahely jött létre, 70 km hosszan útfelújítás, 50 km hosszan kerékpárút építés és korszerűsítés történt, közölte Simon Miklós országgyűlési képviselő. Hozzátette, a járási hivatal épületének felújítása egy hosszú folyamat volt. A nyírbátori önkormányzat egy kicsit mostoha módon állt mind a járáshoz, mind pedig a kistérséghez, és azáltal, hogy egy 540 millió forintos beruházással megvalósult intézménybe kap helyet a járási hivatal, egy kicsit függetlenedtünk Nyírbátor városától, mert hogy a járási hivatal eddig ott működött. A nyírbátori önkormányzat külön bosszúhadjáratot folytatott a kistérséggel szemben. Ugyanezt nem tette meg a járással szemben, de mégis úgy éreztem, hogy lépnünk kell. A felújított épület elhelyezkedése is kedvező. A vasútállomástól és az autóbuszállomástól csupán néhány száz méterre található, így könnyen elérhetőek ezentúl a hivatali szolgáltatások a járás minden polgára számára.